Dombóvári János, a Lavotta János Kamarazenekar alapító művészeti vezetőjének ötlete alapján Kerek Gábor közeledő 50. éves születésnapja alkalmából rendezte meg a zeneszerzői estjét. Az egy hosszú történet volt, amit Dombóvári János kitalált 2019-ben, hogy majd 2021 és 22 között, amikor az 50. évenben vagyok, akkor ő a Lavotta János Kamarazenekarral, illetve Hangász négyessel eljátsszák azokat a darabokat, amiket nekik írtam. Így egy pályázaton nyertes pályázat lett, amit ő beadott, és létre is jött a koncert. Sátorai Újhelyt már megvolt, most Kazincbarcikán van ez a koncert, terveink szerint lesz még máshol is. Mindig közben szól egy kis betegség, egy kis pandémia, de remélhetőleg a harmadik koncertet is meg fogjuk tudni tartani. A koncerten kizárólag olyan szerzemények csendültek fel, amit a zeneszerző Dombóvári János megrendelésére készített. Neki írtam a műsor nagy részét, az ő felkérésére, az elgondolására, az ő ötleteire. Tulajdonképpen mondhatnám is azt, hogy ez egy közös produkció. Az ő ötleteit, az ő elgondolását öntöttem hangokba és zenébe. Kerek Gábor hozzátette, hogy szereti a megrendeléseket, ahogyan fogalmazott, mindig alkalmazkodni kell, de ez önfegyelmet is tanít, így a megrendelő mindig azt kapja, amit kér. A zeneszerzői esten a nagy érdemű közönség hallgatható komoly zenei összeállítást kapott, némi könnyű és népzenei elemmel megfűszerezve.